anyukádat vagy apukádat szereted jobban? Hát anyukámat. 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 Anyukám kicsit kevésbé szigorú, hát apukámnak van egy ilyen kirándulás mániája, ami miatt egy kicsit lehet érdekesnek tartani. Milyen egy jó anyuka? Hát kedves, segítőkész, motiválós néha. Hát egy picit hites, de csak egy kicsit. Jó szívű. Mindent megcsinál, főz, takarít most. És nem haragszik nagyon. És mi volt a legnagyobb hazugság, amit mondtál az anyukádnak, és el is hitte? Elhitte, hogy nekem nagyon fáj a lábam, közben aztán becsaptam ezzel. Hát, hogy nem mondom el a rossz jegyeimet. Aláírást hamisítok. Reklámcéget alapítottam az egyik osztálytársammal, és a megrendeléseket nem szoktam általában elmondani anyukámnak. Igen, hogy verekedtünk, és az eleje az úgy kezdődött, hogy én eltörtem egy poharat, és amikor kérdezte, hogy ki törte el anyukám, akkor azt mondtam, hogy a testvérem törte el, és ő kapott ki. Például egyszer az történt, hogy verekedtünk az öcsémmel, én beleörugtam az öcsémbe, és akkor azt mondtam, hogy ő volt. Hé, engem ne hagyjatok ki! Mi az, amit az anyukád nem tud rólad? Hát, az, hogy titokban lóg az anyuká. Titokban lóg a barátnőivel az én szobámba. De ezt tudja anya. Hát mindent tud. Azt üzenem anya neked, hogy végtelenül boldog legyél egész életedben. Hát, hogy nagyon szeretem. Boldog anyák napját! Boldog anyák napját! Boldog anyák napját! Boldog anyák napját! Szeretlek, puszi, Áron!